visszatértek! Rendőrség! Észak-Kelet büszkeségei. Letartóztatom autólopásért. Nekem jött. A bűnözők legnagyobb bánatára. Miért? Nyissa ki az ajtót! Kezeket ki! Kezeket ki! Ők a rohamjárőrök. Közelről figyelhetjük Durham és Cleveland bűnüldözőinek munkáját. Az utakon... Letért az útról. Ez durva. Füstöl a szeját. És a levegőben. Öten menekülnek a Nisemródon. A fegyveres csapatokkal... Fegyver van nálunk, jöjjön ki! És a kutyás osztagokkal... Ne mozduljon, kutyával vagyok! A bűnözők elleni... küzdelemben. Öveket becsatolni... Üldözőbe vettem! Beülünk a rohamjárőrök mellé. Telerakják a gatyájukat. Maradjon ott! Mi pedig a börtönöket. Elérjük, hogy a sofőr észrevegyen minket. A mai részben... Ha eljut Hartlepoolig, engedélyt kérek taktikai kontaktra. Kiiktatom. Spike-ot próbára teszi egy üldözés. Liam útjába dílerek kerülnek. Úgy tűnik, kokain van az acskóban. Jacko pedig egy bajkeverőn edzi a sokkolóját. Nyújtsa ki a kezét, vagy használom a sokkolót, világos? Rohamjárőrök. Durham megye, kora reggel. Amíg a vásárlók bolti akciót keresnek, a rohamjárőrök is akcióra készülnek. Egy fekete Hyundai terepjáró miatt. 2-3 napja lopták el egy betörés során. A tettes betört a házba és elvitte a kocsi kulcsait. Ilyen sok autólopás még nem volt itt ebben az évtizedben. A rohamjárőrök javítani szeretnének a tendencián. Erre már jártam, nincs. Hátul sincs. Oké, keresd tovább. A jelöletlen autóval Spike jár a lopott autó nyomában. Mesterlövészként vigyázta a 2012-es olimpiát. De az a célja, hogy fegyver alkalmazása nélkül kerítse kézre a tolvajt. A kocsit látta egy rendszámfigyelő kamera. A közelben van. Minden erőnkkel a megtalálására összpontosítunk. Nem Spike az egyetlen Hyundai vadász. 5 kilométerre figyel Liam Sewell, és reméli, hogy most a hegy megy Mohamedhez. Jó lenne elkapni. Újra látták Hartlepoolban, jött és ment. A Durhamben és Clevelandben töltött 10 éve alatt kivette a részét az autótolvajok lekapcsolásából. De végül Spike szúrja ki a kocsit. A 689-esen. Ott van. Visszatért. Tango 336, látom a kocsit. Ismétlem, látom a kocsit a Billingham-i benzinkútnál. Miközben Liam odaszáguld, Spike rátapad a célpontra. Most fog rátérni a főútra, és már megy is. Délfelé a főúton. A jelöletlen autó előnye. Két férfi ül benne. Délfelé megy, most a körforgalomban van. Rádión navigálja az egységeket a lopott kocsihoz. A körforgalomban van, az első elágazásnál nem hajt le. A másodiknál sem. A harmadiknál igen. A harmadiknál. Kingsway. Most már Spike mögött is van egy jelöletlen autó. Mögötted vagyok. Az X5-ösben? Igen, jön még egy kocsi. Akkor hárman közre fogjuk. Ám ekkor egy villogó járőrautó keresztül húzza a tervüket. A Clevelandi járőr elrontotta. Akkor üldözés jön. A gyanúsított kifelé tart a városból, és esze ágában sincs megállni. Letért az útról, nem követem. Szembe megy a körforgalomban! Minden kék fényt ki!
Egy másik járőrautó kíséretében Liam megközelíti a Hyundai-t. Letért az útról, szembe a forgalommal. Ez hülye. Spike újra rátapad, ráfordul az út jobb oldalára. Rossz felé megy a 689-esen, nem üldözöm. A megfelelő sávban vagyok, ő is visszatért a megfelelő sávba. Kelet felé tart, most már üldözöm. 150 km/h sebességgel. Ha eljut Hartlepoolig, engedélyt kérek taktikai kontaktra. Kiiktatom. A vezetőség néha engedélyezi a szökevénnyel szembeni taktikai ütközést. Most azonban nem ez a helyzet. Már 160 km/h sebességgel száguld. Túlhajtott az elágazáson. Még mindig 160-nal megy. Velem együtt három kocsi van a nyomában. A sebesség 160 km/h. A 80 km/h zónába értünk, most lassítani kezd. Csak 110-zel közelít a közlekedési lámpához. Azt hiszem, hogy végre közrefoghatjuk. Ilyen sebességgel kizárt. Lehetetlen. De a sofőr lakott területre tér be. Figyelem, biciklés, sebesség 80 km/h. Elé kéne vágnunk, közepes a kockázat. Jobbra, jobbra! A Huntley Roadra. Szerintem ez zsákutca, de lehet, hogy nem. A kocsi alól elfogy az út. Letér az útról, követhetjük. Egy kis tereptúra. De Spike-ot egy ilyen szűk sikátor nem rázza le. Vissza az útra! Meg kell állítaniuk a kocsit, mielőtt valakinek baja esne. Levitte egy furgon visszapillantó tükrét. Most a Catcourt Roadon van. Van a közelben járőr? Spike immáron 20 perce van a nyomában. És újra engedélyért folyamodik. Kérek engedélyt taktikai kontaktra. Elutasítva. Értettem. Ha egy járőr elé kerülne, kiukaszthatná a kerekeit a szöges útzárral. Bevetjük az útzárat? De a gyanúsított földútra vezeti Spike-ot. Hepehupás földút, nincs forgalom. Tango 336, ezt a terepet nem ismerem. Van a végén valami kapu? Spike rajta maradt. Vége, újra aszfalt, Brieton Lane. De a Hyundai minden más autót lerázott. Keskeny egysávos út Dalton Piercy felé, sebesség 70 km/h. Alacsony kockázat, nincs velem más rendőrjármű. Nem tudom, hová lettek. De van egy jármű. 150 méter magasban. A légi egység is beszállt az akcióba. Elérjük, hogy a sofőr észrevegyen minket, és megállásra kényszerüljön. Itt a légi egység fölöttünk. Átadjuk a gyeplőt, hátrálunk, és reméljük, hogy a helikopter tudja követni. És látjuk majd, hol hagyják el a kocsit. Spike a nyomában, a helikopter fölötte, a sofőr helyzete nem is lehetne rosszabb. Útzárat az Eskdale Roadra! Vagy mégis? A kocsi szágult, közeledünk. Na most. Látja a villogókat, kapcsoljátok ki. Ne legyetek feltűnőek. Jobbra ment a Forfair Roadra. Elszalasztották, és egyre több a bámészkodó. Lehet, hogy lefújják az üldözést. A sofőr sokat kockáztat. Letért a gyepre, itt nincs veszélyben gyalogos. A rohamjárőrök tesznek egy utolsó próbát. Spike, útzár van a bárnál, a Catcourt Roadon. Újabb útzárat vetnek be. Nagyszerű, csak kapcsoljátok ki a villogót, ne vegyen észre. 35 perce tartó üldözés után a Hyundai az útzár felé tart. És bum! Sikeres akció! A furgon mögé bújt járőr kiveti a szöges útzárat az első kerekek felé, és azoknak annyi. Az első kerekein szétmentek az abroncsok, a tárcsán szágult.
A gyanúsított rükkverc bekapcsol. Beveri az utolsó szöget a kocsi koporsójába. Belém tolatott, nagyon lassan megy tovább. Spike próbálja megelőzni, de a sofőr megint neki megy. Aztán behajt egy benzinkúthoz, és a rohamjárőr az útjába áll. Ez az ember életveszélyes. Spike nem kockáztat, sokkolóval bénítja meg a sofőrt. És Liam letartóztathatja. Nem ficánkol, kezed hátra! Azt mondtam hátra, nem hallotta? Adjak neki még egy adagot? Talán nem kell. Szép volt. Bilincsben van. Az esztelen gyanúsított óriási erővel menne ki Spike BMW-jének. Szerencse, hogy a ruhamjárőr épp bőrrel megúszta. Látják, milyen fiatal? És egy ilyen kocsit vezet. Nyom vagy másfél tonnát. Kilapíthatott volna. Kinyírhatott volna. Mellettem ült egy operatőr. Mindketten kórházban köthettünk volna ki. Az a normális, ha a munka után az ember épségben tér haza. Lehet, hogy neki ez a szórakozás. És itten a helye. És Spike nem tévedett. A veszélyes sofőrt 10 évre eltiltották a vezetéstől, és 16 hónap börtönre ítélték. Az autólopást és a betörést illetően további intézkedés nem történt. A rohamjárőrökön több kütyű van, mint bigyó felügyelőn. Sokkoló! Ha azt hiszik, hogy a bilincs és a sokkoló a legfontosabb... Tegye le a fegyvert! Sokkoló! Akkor nagyon tévednek. Ez a cím ugyanis a kutyás egységek nyomozóit illeti. Kezeket fel! Okos fiú! Fél 8 van, Zord csütörtök reggel. Liam és a kutyája, Louis, az ingázók között szlalomozik a csúcsforgalomban. Middlesbrough központjában spontán lőfegyveres incidens történt. Egy kurd férfi sörétes puskával hadonászott. A helyszínre siető egységek megtalálták a férfi kocsiját. Le is foglalták. A férfi még nem került elő, de a fegyvereseink készenlétben vannak. Itt van velem a fedélzeten a drog, pénz és fegyverkereső kutyám. Fegyveren nem kést vagy kardot értek, hanem lőfegyvert. Vagy annak egy alkatrészét. Sokan megrémülnek a lőfegyvertől. Itt vagyunk. A rohamjárőrök nem. Ez az. Liam azt látja, hogy megelőzték a helyszínen. Már átkutatták. A fedélzeti kamera rögzítette, hogy az állítólag puskával hadonászó férfiakat már letartóztatták, de puskának semmi nyoma. A kollégák hevenyészve ugyan, de azonnal átkutatták a kocsit. Bűzlik a marihuánától. Biztos, hogy drog volt benne. Megnehezíti a kutya dolgát, hogy az egész kocsi marihuána szagú. Mert a drogkeresés lényege, hogy a szag alapján meglelje a forrást. Itt viszont szét van szórva. A padló is olyan. Ahogy most behajolok, tele van mariskával. Szana szétszórták. Ül. Liam teniszlabdával jutalmaz. Louis, figyelj! Ül! Ül! Louis! Aztán beengedi a kutyát, hogy megdolgozzon érte. A fegyver akár darabokban is el lehet rejtve több helyen. És a buzgó blöki nem foglalkozik a fűszaggal, azonnal valami másra bukkan. Valami van a kézifélken. Elvégezte a dolgát. Okos fiú, okos fiú. A fedél alánézve ilyen kis csomagok kerültek elő. Fegyvernek nincs nyoma, de ez már több, mint marihuána. Itt van néhány csomag. Elkaptatok valakit? Dangó 316. 1, 2... 3. 3 csomag fehér kristály. Elkaptátok már?
Igen, drognak tűnik. Elkaptátok már a fickókat? Igen, a rabszállítóban vannak. Letartóztatjuk őket drogdílerkedés gyanújával. Két férfi volt az autóban. Őket elkaptuk, de lőfegyvernek semmi nyoma. Viszont előkerült még három zacskó kristályos drog. Drogdílerkedés gyanúja miatt kell felelniük. A két férfi egy Airbnb lakást bérel az utcában. A kristályos zacskók miatt lefoglalják a kocsijukat, és átkutatják a lakást. És mit ad Isten? Elejtették a lakáskulcsot. Bemegyünk, megnyugtatjuk a lakókat, aztán átkutatjuk a házat. A gyanúsítottak az ötös lakást bérlik. A kezét. Durva ébresztő az ott lakónak. A karján azonnal kattan a bilincs. Felállni. Le van tartóztatva. Érti? Letartóztatjuk kábítószerkereskedelem gyanújával. Érti? És Louis gyorsan megüti a jackpotot. Bármi, amit mond, bizonyítékként felhasználható. Ennyi. Összesen 16 kis zacskót találtunk, és úgy gondoljuk, hogy kristálymet van bennük. Információink szerint a fickók Nottinghamből jöttek. Kibérelték ezt a szobát, és innen terítették az árut Middlesbrough utcáin. Nem helyi bűnözők, mégis elkaptuk őket. Ennek erős üzenete van az itt üzletelni próbáló vidéki dílerek számára. Nem került elő bizonyíték, amely a lőfegyverrel összekötötte volna a férfiakat, de a labor megerősítette, hogy a zacskókban valóban kristálymet van. A sofőrt megvádolták drogos befolyásoltság alatti vezetéssel, a sofőr és az utas ellen még mindig tart a nyomozás drogkereskedelem miatt, ahogy a droggal teli fiók mellett alvó lakótárs ellen is. A hétfő első órái, éjfél után. A többség az igazak álmát alussza otthon, de Paul Jackson nem pihenhet. 0:50 van, és most jött egy bejelentés, hogy egy férfi autókat próbál feltörni. Feszegeti az ajtónyitókat Bishop Aucklandben. Több autóval is próbálkozott. Bizonyára lopni akar. A járőrök oda siettek, és egy férfit láttak menekülni, majd szem elől tévesztették. Most őt keressük. Semmi kétség, hogyha valaki éjfél után kocsi ajtót próbál feltörni, az rosszban sántikál. Egy tanú látta a környéken. Néhány perce. Egy sárga sportáskával. Ilyen táska volt az egyik feltört kocsiban. Úgy tűnik, hogy ő az ominózus gépjármű feltörő. Ha nem kapjuk el, akkor tovább garázdálkodik. Akár már ma éjjel is. Megismételnéd a személy leírást? Szürke kapucnis pulcsi, és sötétednek tűnő szürke melegítő alsó. Tisztára, mint ő. Itt teker előttem bicajon a South Church Roadon. Megpróbálom megállítani. Beszélhetnénk? A kerékpáros nincs beszédes kedvében. Elteker, mint a srácok az IT-ben. Álljon meg! Hagi felét tart! Szürke kapusznis felső, szürke alsó, BMX-el. Próbáltam megállítani, de rám se hederített. BMW kontra BMX. Itt csak egy győztes lehet. Álljon meg! Na végre, ki maga? Akit maga nem ismer. Már nem sokáig. A személy leírása illik arra, akit a környéken láttak autót feltörni. Nem, nem, soha. Mi ez? A lámpám. Miért nem a bicajon? Mi? Azon is van kettő. Ez mi? A botom.
Letartóztatom tolvaj szerszám birtoklása miatt. Nyújtsa a kezét. Ezt most kaptam. Kampó van a bot végén, betörők használnak ilyet. Zseblámpája van, kesztyűt visel. A kezét. Hagyjon! A betörők gyakran kampós bottal kotorják ki a postaládákat és a sluszkulcsokat. A kezét. Muszáj ezt! Muszáj ezt! Igen. És akinél hajnali egykor ilyen van, ott fennáll a gyanú, hogy lopni próbált. Magáé a BMX? Igen. Magáé a kampósbot? Máskor sehol egy rendőr, most meg csak úgy jönnek, mint a buszok. Bocs, Bishopot mondtál? Igen, az volt az utolsó. Azt állítja, hogy nem ő volt. Lámpa, kesztyű, bot. Fázik a kezem. A kampósbot hozzá van rögzítve a biciklihez. Nem igaz, a kezemben volt. Láttam, csillapodjon. Tagadja, hogy a bizonyíték a kerékpáron volt. Oda volt erősítve. A kezemben volt. Mi volt a kezében? Mi volt a kezemben? A bot. Úgy kormányoztam. Itt volt végig a vázhoz erősítve. De hiába erőlködik. A kampósbot megalapozza a letartóztatást, akárhogy viszi is. Remélem, ezt leadja a tévé. Nem tekerhetek haza bottal a kezemben. Nem égett a lámpája sem, maga veszélyes. Mi van? Akkor ez mi? Macskaszem. Ez a lámpám. Gyorsan tekert. Van első lámpám. A lámpa még rendben is lenne, de ilyet nem árulnak a környéken. Ez volt a bicajhoz rögzítve. Középen összetették. Ilyesmivel kotorják ki a postaládát, a sluszkulcsot. Nagyon ravasz. Szóval, mindent egybevéve, illik rá a személy leírása annak, aki a környéken kocsikat tört fel. Gyanús a kesztyű, a lámpa és főleg a kampósbot birtoklása. A korábbi lopásokat is ő követhette el. Rossz hírek a BMX banditának. Autófeltörés is lesz a rovásán, mert a személy leírás alapján feltételezzük, hogy maga volt az, aki korábban feltört egy bizonyos autót. Mutassa azt a kocsit. Hová ment? Amoda. Jó. Nem köpöm le magát. Még jó. Nem vagyok hülye. Az autófeltörés ügyében megfeneklett a nyomozás, de a kapusznis biciklist elítélték tolvaj szerszám birtoklása miatt. 6 hónap közérdekű munkát és 285 font pénzbüntetést szabtak ki rá. Senkit. A rohamjárőrök sok sértést és fenyegetést is kapnak. Kiderítem, hogy hol lakik. Eressze el a fiamat! Viselkedjen! Maga viselkedjen, vagy megbánja. Többnyire túl teszik rajta magukat. Esküszöm, ha ma este újra megállít, feljelentem rendőri zaklatásért. Csak rajta, rajta, egész nyugodtan. Ne nyúljon hozzám, haja! Ellenszegül? Maga vak és süket? Jó. De van, hogy a szájhősök átlépik a határt. Amióta rendőr vagyok, már jó párszor megfenyegettek engem és a családomat is. Alapból nem kell ezt komolyan venni, csak a szájuk jár, de vannak kivételek. Egy bűnöző számára mi a hatalmat képviseljük, és azt hiszik, hogy ez elfogadható viselkedés, pedig nem az. Hideg este van Krugban. Jacko járőrözik az újonc Rachel Bennettel. Korábban közlekedési rendőr voltam, és ma Jackóval járőrözünk. Most ismerkedem a munkával, és remélem, hogy elkapunk pár rossz fiút. Jó kezekben vagy. A 2 évtizede szolgáló Jacko több rossz fiút kapott el, mint amennyit össze tud számolni. Fekete Clio. Erről beszéltek a minap. Ez biztos. Kiszúrt egy ismerős Renault Clio-t. Emlegették, csak nem tudom milyen ügy kapcsán. Talán a kék fényről beugrik. Jó estét, magáé a kocsi? Igen. Csak mert múltkor képbe került, van biztosítása? Van. Tango 9, Tango 316-nak. Miért nincs bekötve a biztonsági öv? Miért nem volt bekötve? Mert kiszálltam. És aztán visszatette? Igen. Nem igaz. Nem használta a biztonsági övet. A sofőrök néha csak az ülésre csatolják be, hogy ne pittyegjen a figyelmeztető hang.
Egy kocsit és két szemét kellene ellenőrizni. Bishopban vagyok. Kiderül, hogy a kocsit előző este jelentették egy eset miatt, de intézkedés nem történt. Most csak a biztonsági öv a probléma. Hamar végezniük kellene, de egy helyi kihaénnem megnehezíti a dolgukat. Kezd bosszantani. Ha nem fejezi be a gúnyolódást, lecsukatom éjszakára. Magamra mondtam. Szia, anya! Nem volt bekötve. Nem, akkor kötötte be az övet, amikor kiszállt. Tessék? Tessék? P***nek hívott? Egy szót se szóltam. Elhúztam, nyugi van. Akkor hajrá. Csá. Nem utogasson, hagyjon már intézkedni. Nem érdekel, menjen innen. Nem vagyok a haverja, húzzon innen. A fiú feszegeti a határokat. Jól megy a hátramenés. Tudom, hogy hova járnak a gyerekei. Komolyan? De túlfeszíti a húrt. Ezt hogy értsem? Sehogy. Fenyegetni próbál? Fel akar húzni? Húzzon el, de rögtön. Bemegyek az ajtón. Menjen és vissza se jöjjön. Szeretné? A családja fenyegetésével nem lopta be magát Jacko szívébe. Bemegyek az ajtón, Jacko. Haver. Nem vagyok a haverja. Oké, okay, haver. A tűzzel játszik. Menjen a dolgára, én is megyek. Papá. Jacko próbálja figyelmen kívül hagyni. Csá, haver! Hello. De a rendőr türelme is véges. Megúszta a biztonsági övet, mehet. Nem kell neki kétszer mondani. Ellentétben a nagy szájúval. Most már őrizetbe veszem a közrend megsértéséért. A házamban vagyok. Nem érdekel, nem érdekel. Megbilincselem közrend megsértése miatt. A kezét. Nyugi már! A kezét. Nyugi van. A kezét. Ellenszegül. Ez az én házam. Nem érdekel, még kint volt, amikor hozzáfogtam. A házban voltam. A kezét. Jöjjön a sokkoló. Sokkolna a saját házamban. Adja a kezét, vagy sokkolom. Felfogta? Bilincseld meg. A trükk beválik. Mit képzel, hogy így beszél velem? Többször szóltam. Most már nem örül annyira a figyelemnek. Ne kamerázzon, vagy sokkolnia kell! Haver, vigyék innen a kamerát, vagy nem állok jót magamért. Azt hiszi, hogy a levegőbe beszélek. Így nem viselkedhet egy rendőrrel az utcán. Tényleg fel akar húzni? Sokkoljon le! Nem érdekel. Kezd agresszív lenni. Agresszív leszek. Ne merészelje! Mit művelsz, te Egyedül nem bírsz el velem? De. Mégse, haver. És pimasz. Ne! Le a földre! Lent van. Nem szép látvány, de ettől lecsillapodik, és a kékfényű taxi kirándulni viszi az őrsre. Ott van, vigyétek. Először nem törődtem vele, hisz más ügyben intézkedtem, de hiába szóltam rá, nem hagyta abba a gúnyolódást. Átlépte a határt. Bilincsben van közrend megsértésért és ellenszegülésért. Néhány órát cellában tölt. Aztán meglátjuk. Jacko fiú végül figyelmeztetést és 90 font pénzbüntetést kapott a közrend megsértéséért. Legközelebb kétszer meggondolja, hogy kinyissa-e a száját. De egy valaki örült a műsorának. Mázlista, akit megállítottunk, megúszta a büntetést a biztonsági öv miatt. Ő jól járt. A rohamjárőrök szeretik közölni a nyers igazságot. Mi a fenét képzelt? Félre kellett volna húzódnia, ezért sítre megy. De a gyanúsítottak jobban értik a hazugság nyelvét. Azt állítja, hogy a kocsija csak úgy az utcán állt, beült, de nem vezette? Nem vezettem. Egy idő után ki lehet szúrni, amikor az illető hazudik. Ha hiteles akar lenni, nagyon jól kell hazudnia, vagyis piszkosul kell emlékeznie minden részletére, akárhányszor csak elismétli. Baromi jó érzés, amikor valaki belegabajodik a hazugságába. Amikor megbotlik a mese, mert valamit másképp mond.
Vasárnap este van. Egy sofőr biztosítás nélkül vezet. Ez a többetség, köztük mi is, keresünk egy járművet. Állítólag itt látták a környéken. Itt kell lennie. A közlekedésiek követték egy közeli benzinkúthoz, és Richie Gatlin megy segíteni. Richie kedvenc műszakja a szabad nap, de addig még egy hosszú éjszaka vár rá. Megérkezik a benzinkúthoz, és kiderül, hogy milyen hosszú is lesz. Ideig vezetett Melbourneből? A bátyám vezeti. Hol a bátyja? Ott. Ha ott van, hogy került ide a kocsi? Azt mondja, hogy egy barátja hozta el idáig, és a bátyára vár, hogy érte jöjjön. Ezt hogy érti? Hogy került ide a kocsi? Egy barátom hozott ide, akinek van biztosítása minden autóra, amibe beleül. Richie-t ez nem győzi meg. Maga ült a volánnál. Csak engem állított meg. Maga ült a volánnál. Engem állított meg. Magának nincs biztosítása. Ez az én kocsim, benne ülök. Hol a biztosítása? Nincs, mert nem vezetek, nem állíthat meg. Beismeri, hogy nincs biztosítása, de állítja, hogy egy barátja vezette a kocsit. Ne szórakozzon, maga vezetett. Nem hazudok. Dehogy nem. Miben hazudok? Tudjuk, hogy maga vezetett. Magát keressük. Én csak beültem. Esküszöm. Ne esküdözzön, elég ebből. Nem hazudok. Nem láthatott vezetni. Uram, higgyen nekem. Fogja már fel, közúton vezetett. Nem. De ez ilyen egyszerű. Hiába tagadja. Nem, most sem figyel rám. Csak vitatkozik velem. Ennyi. Erről nem nyitunk vitát. Újabb kérdések jönnek. Hány éves? Tessék? Hány éves? 92. 92? Kötve hiszem, hány éves? 92-es születésű. Akkor született. De én mit kérdeztem? Nem azt, hogy mikor született, hanem hogy hány éves. Mert... Biztos ideges. 92-ben születtem, most mondtam volna, hogy 25 vagyok. Azt kérdeztem, hogy hány éves. Nem akarok én matekozni. Ennyi. Fújja meg. Megfújhatják vele az alkoholszondát. Negatív. Nem fogyasztott alkoholt. Sosem iszom. Bevallom, hogy néha elszívok egy füves cigit, de nem piálok. Jó. Nem hazudok. Ez még nem biztos. Hogy került ide a kocsi? Egy barátom hozott ide, akinek van biztosítása. Hol van a barátja? Hol van? Visszament Darlingtonba a csajához. Tehát egy titokzatos férfi kitette a benzinkútnál, majd beültette egy autó sofőrülésére, amire nincs biztosítása. Igazi jó barát. Egy módon tisztázható. Rich kikéri a biztonsági kamera felvételeit. Sok a fény, de ez itt ő. Igen. A napnál is világosabb, hogy ő vezeti. A gyanúsítottal ellentétben? Jó móka lesz a szemébe mondani. Ez itt ő. A kamera nem hazudik. Lebukott. Tipikus egyébként. Annyira próbálkozik, hogy elhitesse, hogy nem ő vezetett. Ideje közölni vele. A maga kocsija ez itt. Begurult a benzinkúthoz. Leparkolt ezen a helyen, és senki sem szállt ki. Figyeljen, rendben? Kérem, figyelje, amit mondok, mielőtt elkezd beszélni. Utána idejöttek a járőrök. Igen. És maga benne ült. Igen. De senki sem szállt ki. De esküszöm az anyám sírjára, hogy a barátom hozott ide engem. Arról jött. Nem, arról. Az úton jött, megint nem figyel. Közúton vezette az autóját, lefoglaljuk, ennyi. Nem vezettem, nem az úton állítottak meg. Lefoglaljuk. Lefoglaljuk. Kész. Nem teheti, nem az úton állított meg, értse már meg. Az mindegy, felvette magát a... Bizonyítékunk van, hogy vezetett. Felvette a kamera. Itt parkolt a kocsim. Megint játssza az értetlent. Kitöltöm a papírokat, jó? Aztán majd mehet a bíróságra magyarázkodni.
Nem az úton állított meg, nem foglalhatják le! Nem örül. De nem érdekel. Váltig állítja, hogy nem hazudik, de világos, hogy kezdettől fogva kamuzik. Sokan próbálkoznak így félrevezetni minket, és olyan mókás, amikor rajta kapjuk őket, és még akkor is mondják, hülyét csinálnak magukból. És belelendül. A barátom vezette a kocsit, de ezek azt hiszik, hogy én vezettem, mert a biztonsági felvételen az van, hogy begördül ide a kocsim, hogy leparkoljon addig, amíg a bátyám érte nem jön. Ez minden! A járőrök azt hiszik, hogy én ültem a volánnál, pedig ezt nem tudhatják, mert nem voltak mögöttem. Elnézést. Igen? Mi a munkája? Hadd fejezzem be. Ja, jó. A rendőr nem jött mögöttem kék villogóval. Nem forgalomban állított meg. Csak megjelent itt, amikor az autóban ültem. Ez minden. Ok nélkül akarnak megbüntetni. Beszélhet reggelig. Akkor is lefoglalják az autót. Lefoglalják, mert itt parkolok. Kérem, figyeljen már csak még utoljára. Egy pillanat. Látni akarom a biztonsági felvételt, hogy bebizonyítsam. Hol van a papír? Felvette a kamera. Bepanaszolom a bíróságon. Figyeljen már ide, hogy miről van szó. Mondja csak. Láttuk a biztonsági kamera felvételén, hogy maga vezetett. Ehhez nem kell... hogy megint nem figyel. Reméljük, hogy éppen taxit hív. Gyalog megy haza. Mi nem visszük el. Nem visszük haza. Nem vagyunk taxi, szervezze meg. A titokzatos sofőrre hivatkozó férfi közlekedési szabálysértést követett el, amiért biztosítás nélkül vezetett. 6 büntetőpontot és 300 font pénzbírságot kapott. Az igazság néha fáj. Durham és Cleveland rohamjárőrei büszkék arra, hogy az autótolvajok többségét elfogják. De a tolvajok egyik típusa feladja a leckét. Ha itt kimegy, van egy fickó lopott motorral. Köszönöm. Biztonsági okokból nem üldözik a motorosokat vagy a quadosokat. Gyáva. Főleg, ha nincs rajtuk sisak. Menj vissza a suliba. Egy motortolvaj elfogásához türelem és időzítés kell. Levenni! Ha az emberi élet és egy lopott jármű elvesztése között kell dönteni, nem áll meg. Akkor első az óvatosság. Az oszlopok közt nem tudom követni. De értékes járművekről nem mondanak le. Felhívott minket egy nyomkövető cég, hogy reggelre eltűnt egy nyomkövetővel ellátott quad egy farmról. Kora délután van a Walsingham Roadon, és Spike egy ellopott quadot keres. A quadot ellátták nyomkövetővel, amire mi is rákapcsolódtunk. És így képesek vagyunk pontosan követni a jármű útvonalát a térképen. Jobbra, azt mondja, menjünk jobbra. Lehet, hogy eltűnt a jel? Néha meg kell állnunk egy pillanatra, hogy újra aktív legyen a kapcsolat. Álljunk meg. Stabil a kapcsolat, és azt mutatja, hogy lefelé megy. Éles kanyart vet jobbra. Azt hiszem, hogy az a forduló itt van. A high-tech safari navigátora Pete Tate. Pete kedvenc üldözéses jelenete, amikor Jason Bourne felszántja Párizst, nyomában az egész csendőrséggel. Igen. De kinek kell Bourne, ha van nyomkövető? Az is lehet, hogy visszafordult a Walsingham Roadra. Igen. Amíg megtervezi a jó irányt, ez úgy 400 méterre van. Talán még mozgásban van. Vak vezet világtalant. Azt mutatja, hogy forduljunk vissza, de én inkább mennék tovább. Hirtelen kiszúrnak valamit. Ott van. Ja nem. Téves riasztás. Jó, messzire eljött a mopeddel. Jesszus. Míg a rokkant moped mögöttük égeti a gumit, vissza a nyomkövetőhöz. Most meg erre mutatja.
Igen. Az a baj, hogy ezen a dimbesdombos vidéken ugrál a jel, és nem olyan pontos. Látnak valamit. Újabb téves riasztás. Itt nincs. Ez a nyomkövető nem GPS alapon működik, hanem rádiójeleken. És a rádiójeleket megzavarhatja a domborzat, az út és a talaj rezgései. Ezért inkább a saját szemünkre támaszkodunk, mint a követőre. A rezgések keresztbe tesznek a nyomkövetésnek. Megint elment a jel. Ugrott egyet. Talán mi kerültünk lejjebb, vagy útban vannak a házak. Lehet. De a hosszú utazás után... A végén, ha jobbra fordulunk, ott a golfklub. Végre tűpontos a jel. Ilyen erős még nem is volt. Igen. Jó nyomon vagyunk. Spike, merre van a kvad? Keressük. Vége az útnak. Igen. Kiszálltunk, és gyalog keressük tovább. Mintha nemrég jártak volna erre. A technika ennyit tudott. Most Spike nyomkövető képességeire van szükség. Igen. Ez mai nyom. Dörem megye nyomkeresője beindult. Ez egy furgon. És csak idő kérdése... Itt egy kvad. Heuréka! Ez az. Ide hozták. Egy fészerben egy kvadra bukkantunk. Ide hozták, hogy van-e benne nyomkövető. A tolvajok tudják, hogy ha van benne nyomkövető, gyorsan megtaláljuk, és nem akarják, hogy az ő lakásuknál bukkanjunk rá. Az ilyen kvadok ára 10 000 fontnál kezdődik. Habár kizárt, hogy elkapják a tolvajokat. Talán nem bánják, ha kivezetem. A tulajdonos visszakapja a gépét. De a rohamjárőrök előtte egy kicsit kipróbálják. Felférek hátra? Vigyél el, Spike. Mint a kiránduló kutya. Hosszú lesz az út. Se baj. Elment az eszünk. 2 héttel később a kvad visszakerült jogos tulajdonosához,